Egyenruhás rendőr állítja meg a zebrához közeledő autókat, hogy átkísérje a gyerekeket az úton. A tanévkezés óta mindennapos látvány ez Szekszárdon. A hatóság munkatársai ugyanis a legforgalmasabb helyeken így vigyáznak arra, hogy mindenki odaérjen, ahova otthonról elindult. Kollégáim már évek óta, szeptember hónap minden reggelén a nagyforgalmú iskolák előtt kiállnak, és próbálják segíteni a forgalom zavartalanságát. Ez történik ma reggel is itt Szekszárdon, amikor a város különböző pontjain lévő általános iskolák előtt kollégáim polgárőrökkel közösen, valamint néhány iskolánál a gyerekek már saját maguk próbálják irányítani a forgalmat. Szeptemberben a nyári szünet után a sofőröknek vissza kell szokniuk az olyan helyzetekhez, amikor rengetegen vannak az utakon az iskola és munkakezdés idején. Ilyenkor a tumultus miatt a szokásosnál gyakrabban fordulhatnak elő például koccanásos balesetek. Ezért vannak jelen kiemelten az oktatási intézmények környékén az egyenruhások. Az akció szeptember hónapban, az iskola kezdés első hónapjában tart, pontosan azért, hogy mindenki vissza tudjon állni arra az őszi és téli időszakra, amikor sokkal többen fognak közlekedni az utakon, mind gyalogosan, mind pedig járművekkel. A rendőrök tehát néhány hétig még biztosan ott lesznek az iskolák előtt reggelente, ott pedig, ahol azt az utak telítettsége indokolja, egész évben ezt teszik.